Szerintem felszabadultan játszottunk. Nagyon szép játék volt az első fél időben is. Például az első gól egy egyérintős kombinatív játékból. Erről szól a futball. Felszabadultan játszottak, talán nem érzik már a játékosok azt a nyomást, hogy esetleg legyintett minket a kiesés szele. Nem tudunk kiesni. Talán ezért is volt, de hát ez kevés lett volna, mert tehát itt azért párharcok, taktikailag felkészültünk az ellenfélből. Fegyelmezettek voltunk, igaz, hogy kaptunk megint egy buta gólt, de úgy érzem, hogy abszolút megérdemelten nyertünk. Nyilván lehet, hogy csak én vagyok ennyire szakbarbár, de ismét figyeltem, hogy többször változtattál pozíciókat, szerkezetet is akár. Úgy tűnik megint jól sültek el, még ha legutóbb igaz csak egy pontot hozott, de akkor is jól nyúltál bele a meccsbe. Muszáj változtatnom, mert nem is tudom, az első csere talán a Béli Milán volt, őneki kiújult a sérülése, az, hogy miért, az mindegy, illetve hogy a Krecz Bálint is most már tovább a pályán tudtam hagyni, de úgy beszéltük meg, hogy ha bármit érez, akkor azonnal jelezze. Szerintem maximum kinyújtotta ezt az időt, úgyhogy ezért kellett, és nem volt a padon posztra játékosom, ezért kellett megkevernem itt a dolgokat. És Kószás nagyot játszott a védelem közepén. Szenzációs volt, tehát nem találok más szót. Most remélem ezt nem fogja megnézni a Krisztián, hogy elbízza magát, de azon gondolkodom, hogy illetve így a kollégákkal is beszéltük, hogy talán ez a posztja, mert tényleg nem azt mondom, hogy hiba nélkül, de nagyon magabiztosan, önbizalommal teli és jól játszott. Hát az első fél időben ugye én azt kértem a fiúktól, most nem első fél időzök, meg másik fél időzök, hanem én azt kértem, hogy próbáljuk meg földön tartani a labdát. A nagykanizsát úgy lehet megvenni, hogyha földön vagy, és tehát Brusztal nem tud őket megverni, hát jóval erősebb fizikommal rendelkeznek, mint az érdi játékosok, úgyhogy első fél időben helyenként, azt mondom, hogy helyenként ez működött, de rúgtunk egy szép gólt, azon kívül volt még egyszer vagy kétszer mögéig sikerült menni, hát az rossz volt a beadás, de azt gondolom, hogy egy igazságos első fél idő 1-1 volt. Aztán másik fél időben ezek a mögékerülések megszűntek, nem nagyon tudtunk mögéjük menni. Úgy gondolom, annélkül bántanám a nagykanizsai baloldali védőt, ugye egy fiatal srác, tehetséges srác gondolom, de azért nem ezen a szinten van, tehát nem tudtuk kihasználni. Az első fél időben sikerült, a másik fél időben nem. Azt kértem, hogy esetleg azt az oldalt próbálj bontani, hát erre pont a másik oldalt mentünk folyamatosan, nem is értem, hogy miért. És hát utána meg persze kapjuk az olyan gólokat, ami egy pontrugás félpályáról, ezt le kell tudni védekezni egy ilyen rutinos csapatnak, mint a miénk. De hát mindig van egy hibázó, mindig van egy, aki nem figyel, aki nem koncentrál. Most is volt egy, ugye abból kaptuk a második gólt, aztán úgy mentünk előre, itt a végén már ugye ész nélkül szinte, ugye felment a kapusunk is szögletni, és kaptuk ezt a gólt. De azt gondolom, hogy itt a pontot a második gólra veszítettük el. Mert úgy gondolom, hogy volt lehetősége a nagykanizsának inkább pontrugásból, úgy gondolom, vagy bedobásból. Úgyhogy emiatt nagyon bosszus vagyok, hogy ezt a meccset, szinte minden meccsünk ilyen, hogy benne van a meccsünkben a győzelem, vagy az X, csak mindig van egy óriási egyéni hiba, mondom, most is volt, és ez megpecsételte a sorsunkat. A sztápkanizsa ki is használta könyvtelen, úgyhogy ez volt nagyjából ez a meccs, úgy gondolom. A legutóbbi interjújában azt is kiemelt, hogy a BVSC elleni első 45 percben látottakat kéne áthozni a Kanizsa ellen, ebből mi valósult meg? Hát az helyenként. Ugye előbb kiesett az egy-két kreatív játékosunk, a Kós Gábor és a Gera, ugye kiesett a szerdai meccsen. Csak a másik félbe tudott beállni a Gera 30 perc, vagy 35-re, nem is tudom pontosan. Azért ők azért hiányoznak nekünk középpályáról, de nem akarom erre fogni, hanem az, hogy az egy teljesen más meccs volt. Hát ugye a BVSC-t ismerjük, hogy milyen labdabirtokló csapat, ugye ott kivárással játszottunk, és abba próbáltunk kontrázni, ugye vezettük is ott is 1-0-ra, illetve ott vezettünk 1-0-ra. Aztán hát ezt próbáltuk itt is, különben csak picit feljebb toltuk a védekezést, de nagyjából ezt kértem én is a társaságtól, hogy próbáljunk meg szűkek lenni, és abból esetleg ugye a gyors játékosunkat, a kollégát esetleg megjátszani, és abból támadást építeni. Hát ez így, azt mondom, hogy első félidőben mondom helyenként, a másik félidőben meg abszolút nem működött sajnos. Ugye elbújtak a játékosok, a védők mögé nem helyezkedtek, nem volt meg az a
az, hogy kérem a labdát, hogy felvállalom a cselt, felvállalom a elmozgást, hogy kérem a labdát, ezek hiányoztak. Ez azért, mi van, nagyon sok fiatal játékos van nálunk, tehát nagyon vegyes itt a egyik fele nagyon idős időzőjelben, a másik fele meg nagyon-nagyon fiatal. Hát bízom benne, hogy jövőre azért a fiatalok már erősebbek lesznek ehhez a szinthez, és azért jobb érdet szeretnék látni jövőre.